Közeledik a nőnap, amikor a férfi társadalom tagjai virággal lepik meg a hölgyeket, ezzel adózva a kedvességük, szépségük, törődésük és odafigyelésük oltárán. Itt a fehérvári piacon is nagyon sokan nézegetik már a virágokat, de leginkább majd hétfőn, illetve kedden a nőnap napján, március 8-án várható a roham a virágokért. Van olyan, aki már 2 hete megrendelte, de némelyik az utolsó pillanatra hagyják, tehát változó. Szalai Gyula a felesége számára vásárol egy szép virágcsokrot a 46. házassági évfordulójuk alkalmából. Éppen ezért azt mondja, mivel most virágot vásárol, így nőnap alkalmából valami mást gondolt ki. Inkább maradunk a desszertnél. Az nem romlik, nem hervad el, mint a virág, és talán a lányok jobban örülnek neki. A március 8-ai, tehát a jövő keddi nőnapig még mindenkinek van ideje eldönteni, hogy mivel lepje meg a környezetében élő hölgyeket. De annyi biztos, hogy a virággal és az édességgel idén sem lehet mellé fogni. A lényeg pedig mindig az, hogy egy jó nagy adag kedvesség és szeretet is társuljon az ajándék mellé.